Szeretettel köszöntök mindenkit! Jézus keresztszenvedése idején elhangzó, számunkra alapvetően fontos kijelentéseket szeretnék fölidézni ma reggel János evangéliuma 19. fejezetének 25-től 27. verséig. Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja és az ő anyjának nőtestvére Mária, a Kleofás felesége és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látta, hogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeret, mondta az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad. Azután mondta a tanítványnak: Ímhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadta őt az a tanítvány. Gondoljuk végig azokat a körülményeket, amelyek között Jézus alkáról elhangzottak ezek a mondatok. Az evangéliumok leírják, hogy Jézusnak a keresztre feszítés fizikai fájdalmain kívül milyen sok gúnyolódó, csúfolódó mondatot kellett hallgatnia. Ez az ő együttérző, szerető szívének nagyon mély lelki fájdalom volt, hiszen szánta azokat, akiknek a megmentése miatt vállalta ezt az áldozatot. Mária nem tudott távol maradni elsőszülött fia kivégzésétől, ezért ő is tanúja volt mindennek. Gondolj bele abba, hogy anyaként milyen mély fájdalom volt Mária számára, hogy szeretett fia, aki ifjúként, felnőttként a család szerető és támogató tagja volt, most ilyen megalázott helyzetbe került. Mint fő bűnösre tekintettek rá. Tanúja volt annak, ahogyan gyalázták és csúfolták Jézust. Tudta, hogy Krisztusra egész életén keresztül az önfeláldozó szeretet volt a jellemző. Hány ember gyógyított meg, mennyi ember számára jelentett vigasztalást az ő jelenléte és az ő szavai. Most pedig úgy bánnak vele, mint egy közönséges bűnözővel. Micsoda igazságtalan és méltatlan volt ez a bánásmód. Mária ott áll tehetetlenül, mélységes fájdalommal és lelki szenvedéssel. Azok az anyák vagy apák tudják jobban megérteni Mária fájdalmát, akiknek tehetetlenül kellett végignézniük szeretett gyermekük igazságtalanság következtében bekövetkező haldoklását. A felidézett ige alapján arra következtethetünk, hogy Máriát ezekben a nehéz órákban János, a szeretett tanítvány támogatta. Jézus letekintett és látta az ő édesanyja szenvedését. Nem a saját fájdalmával volt elfoglalva mostan, nem önmagának kedvezett, ahogyan olvassuk a Szentírásban. Példát mutatott arra, hogy mit jelent a szülők iránti gondoskodó szeretet. József halálának időpontját nem jegyzik fel az evangéliumok, de azt olvashatjuk, hogy már a kánai mennyegzőnél sem volt jelen. Mit tehetett Jézus egy ilyen helyzetben az ő özvegy édesanyjáról, édesanyjáért, hogy gondoskodjék róla? Pénze nem volt, amit örökségül hagyhatott volna, hogy ilyen módon gondoskodjék özvegy édesanyjáról. Krisztus azt tette, amire édesanyjának most a legnagyobb szüksége volt. Szerető szívű, legmélyebben ragaszkodó Jánosra bízta az ő édesanyját, hogy ő helyette szeretettel vegye körül egész életében. János megértette Jézus szavait, és ahogy olvastuk az evangélium lejegyzése szerint, azonnal magához fogadta Máriát.
javára vált, hogy ezt tette. Jelenléte folyamatosan emlékeztette őt szeretett mesterére. Krisztus gyermeki szeretetének tökéletes példája olyan számunkra, mint egy világító fáklya. Láthatjuk, hogy hány idős embernek fáj, hogy nem tapasztalja gyermekei vagy unokái gondoskodó szeretetét, figyelmes gondoskodását. Sajnos tanúi vagyunk annak a proféciának, amit Pál apostol az első században, a Timóteusi második levél harmadik fejezetének első verseiben így fogalmaz meg: az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Az önzés többek között a szülők iránti tiszteletlenségben és hálátlanságban is megnyilatkozik. Van azonban ebben a történetben bátorítás is számunkra. Hatalmas lehetőség mindannyiunknak, hogy Krisztus tökéletes példaadását a magunk számára megértsük és befogadjuk a lelkünkbe. Az a meggyőződésem, hogy ha ezt a szeretetet igazán mélyen megértjük, akkor egy mély vágyakozás fakad a lelkünkben, hogy bárcsak mi is ilyen szeretetet kapnánk a mennytől. A mi szüleinkhez való viszonyunkban, hogy bárcsak ez lenne a mi számunkra is a mérce, hogy ne önmagunknak kedveskedjünk, hanem adjuk meg a viszonttartozást a mi szüleinknek, ami szép és kedves dolog az Isten előtt. Ha kérjük tőle, mi is megkaphatjuk azt a szeretetet, ami képesíthet bennünket arra, hogy minden körülmények között a mi szüleinknek szerető és tisztelő támogatói legyünk. Szeretném azokat is bátorítani, akiknek jelenleg hiányzik gyermekeik vagy unokájuk részéről a gondoskodó szeretet. Vigasztalódjanak azzal a gondolattal, hogy Jézus velük is együtt érez, nem csak az ő édesanyjával. Látja mély fájdalmaikat. Hozzá mindenkor mindenki bátran fordulhat, hisz ő meg tudja gyógyítani a sebzett lelkeket, és be tudja az ő szeretetével mindenkinek a lelkét tölteni. Hatalma által erőt tud adni ahhoz, hogy ez a nagyon mély fájdalmas helyzet is elviselhetővé váljék. És nem csak arra képes az Isten, hogy abban segítsen, hogy ez a mély fájdalom elhordozhatóvá váljon, hanem arra is képesíthet, hogy a szeretetlenség ellenére kezdeményező, önzetlen szeretettel forduljunk azok felé, akik jelenleg még nem érzik gyermeki tartozásukat. Bízunk abban is, hogy Teremtőnk őértük is munkálkodik. Imádkozhatunk értük, hogy ez a munkálkodás ne legyen hiába való. Kérhetjük a mi közbenjárónkat arra, hogy cselekedjék értük, és bízhatunk abban, hogy ha megengedik, akkor ők is formálódni fognak. Kívánom, hogy mindannyiunk előtt legyen kívánatos és követendő példa a Jézus által bemutatott önfeláldozó szeretet. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiunk számára áldott napot.